És ilyenkor most újra élet néhány zombi, és akkor csatlakozik a vonatomhoz, és akkor minden lazaság. Tehát most így, ez most hát kicsit ilyen lassú kör lesz, mert csak ezzel fogom leszedni a zombikat, de muszáj vagyok ezt csinálni, hogyha meg szeretném mutatni, hogy ezt a piros tomahawkot kékké hogy fejlesztem fel. Ez nagyon izgalmas szerintem. Bármint, hogy egy ilyen fegyvert, amit nem lehet csak úgy megvenni, hanem tudjátok, a kutyákat így meg kell etetni, és akkor még azt fejleszteni is lehet. Hát ez milyen királyság van? Hopp, egy Brutusnak annyi. Király. Jó van, tehát ez is milyen jó ötlet, hogy de erre is, hogy valaki rájött, szerintem nagyon, nagyon jó. Jó, még egy Brutus megvan. Oké. És akkor már csak kettő maradt? Nem is látom úgy, oj, ott van megint, hogy kerültetek ti oda? Hogy valaki ott úgy mászkál, annak nem örülök. Na, csatlakozva csodába. Kapod mindjárt a tomahawkot. Te is. Jó. Nézzük, jönnek-e még zombik. Nem akarok úgy járni, hogy amikor éppen töltöm a tomahawkot, vagy valami. Töltöm a tomahawkot, milyen mondat ez. Mármint hát értitek, hogy amikor rajta tartom a gombot, és így piros karika látszik körülöttem, akkor az jelenti, hogy az egyre erősebb hatás fog kifejteni így a zombikra. Hopp, még egy Brutusnak annyi. Jó, hallottam, éppen kiáltott egyet. Ja igen, ott van. Az füstöl, hogy feldobta a bakkancsot. Na jó van. Jön még egy zombika. Jó, gyere. Megfordulok, és... Na meg lesz. Ja, hát a zombikat szedem lefelé, az is haladás. Remélhetőleg már több nem éled, de elég sokat leszedtem. És még a Brutus még mindig itt van. Na várjatok, hoppa, megvan. Na. Vagy Brutus? Hol? Ja, ott van, csak... csak alig látszik a tömegben, hogy ott szalad. Na jó, most már előre jöttél. Jó, most már látlak. Na, most a zombik kapnak egyet. Ja nem, de Brutus. Jó, ő is kapott. A Brutus is kapott, és annyi neki. Jó. Na, több már nem jön, úgy látom. De már csak ennyi zombi van, és remélhetőleg akkor teljesítettem azt, hogy ebben a körben csak a tomahawkot használtam. Szerintem ti láttátok, hogy más nem használtam. Ajajaj, nehogy már itt a végén kelljen használni. Még egy kör, fú, ez hosszú. És hát valljuk be, egy kicsit unalmas. Tehát, hogy most itt járkálni körbe, de hát ezt meg kell tenni. Ezt meg kell tenni, ha szeretnénk kéken látni ezt a tomahawkot. És hát én pedig szeretném megmutatni, hogy valójában hogy működik így igazából ennek a fejlesztése, mert hát csináltam róla a külön videót, de hát ez gyorsnak tűnik, mert össze van vágva a fontosabb lépések, és akkor kész. Na, ott is megvan. Jó, annyi. Na még az az egy. Vagy ki? Ki van még itt? Csak te vagy? Hát ez mi volt? Hát rádobtam és nem történt semmi. Na várjál, csak még egyszer megpróbálom átdobni. Tessék. Ja, még maradt egy, jó van. Csak már megértem, hogy mi van, nincs is itt senki. Na várjál, gyere, akkor téged még leszedlek. Jól van, meg vagyunk. Hát ez is kész van. Most pedig akkor... túléltünk egy kört, úgyhogy csak ezt a tomahawkot használtam, tehát lépést teljesítettem. Most pedig akkor majd megyek vissza, csak még előtte pár percig még kipróbálom ezt a új vitriolic witheringet. Nézzük csak. Na mit szól a Brutus koma ehhez? Hűha. Ó, itt jönnek. Ajaj. Na, oda lövök neki. Ha, már annyi neki. Csak az a baj, a Brutusra lövöm, ha ő nem áll meg. Tehát rálövöm, nem áll meg. A zombik azok megállnak, ha eltalálom. De
az a Brutusok? Na, le is győztem őket, ennyi volt? Hát ez kemény. Na jó, akkor még használom egy kicsit. Megmutatom, hogy mennyire erős ez a csodafegyver, nem hiába csodafegyver. Nézzétek, rálövöm és csak rámennek, mint ha dobnék minden egyes lövéssel egy majombombát, hogy na, akkor ott egy majombomba, megy oda mindenki, puff, annyi, oda dobok egy majombombát, és annyi nekik is. Ja, akkor megyek most már vissza. Tehát ahogy mondtam, ide bele kell ülni ebbe a elektromos székbe, villamos székbe, és akkor megyünk is vissza. Visszakerülünk oda, ahol kezdtük. Látjátok? Így van, ennyi volt. És 50 ezer ponton van, wow, azt a mindenit. Na jó, akkor a következő dolog, amit csinálok, az nem más, mint akkor folytatom a megszerzését a Health Redeemernek. Mégpedig az első az volt, hogy megszerezzem a Health Retriever-t, az megvan. A második, hogy ott a Golden Gate Bridge-en egy körön keresztül csak azt használjam, ez is megvolt. A következő pedig, hogy ide bedobjam. Megfogom és... Ajaj! Ó, elnézést! Elnézést! Nem sikerült bedobni azért, mert egy zombi meglepett. Várj, hopp, jön még egy zombi. Na várjatok csak, valahogy le kellene cseleznem. És hol van az a kis... Ja, ott van az a kis... Na jó, van, akkor téged most leszedlek. Ja, és akkor ide jövök, legugolok, és oda megpróbálom bedobni. Ha, hallottátok? Elnyelte. Most már nincs meg nekem ez a Health Retriever, hanem majd a következő körben majd fel lehet vennem Afterlife módban. Ott található meg, ahol volt a Health Retriever, tehát ugyanott az a három kutyás ajtó, és majd ott tudom magamhoz venni, csak annyi a lényeg, hogy Afterlife módba tudom elvenni. Tehát eddig az előző esetben, amikor a piros tomahawkot vettem el, csak simán megfogtam, és elvettem, ennyi volt. De most pedig Afterlife módba kell oda mennem. Na, itt van már Brutus koma. Ajaj, nagyon jön. Hey! Hát ez mi történt? Hogy kapott el? Várjatok! Kiszabadulok, ez az, na ez az Electric Cherry, és a Vitriolic Withering volt egybe. Tehát ezért tudtam kiszabadulni. Ja, és a zombi pajzs, hogy se felejtsem el. Amiatt tudtam onnan kiszabadulni, mert a zombi pajzs segített. Ó, de még mindig hallom a... Mintha még... Mindig itt lenne, nem? Itt van még mindig valahol. Brutus, jaj, ott van, ott jön. Hűha. Ja, jó, most lett annyi neki. És ott is van egy instaki. Jó van. Na akkor, a másik különleges fegyver, amit szeretnék még megmutatni, de még itt nincs vége, az a Golden Spork, amit majd a következő körbe fogok megmutatni. Tehát még most hadd szerezzem meg majd a Health Redeemert, de a Golden Sporkot is meg fogom mutatni, hogy kell, vagyis hogy lehet megszerezni. Nem leteszem ide a klét, nem is ide teszem, hanem ide már így egyből. Így. A Golden Spork az egy ilyen közelharci fegyver, tehát a késedet fogja majd lecserélni. És a 34. hullámig egyetlen egy csúnyítással le tudod szedni a zombikat. Hát igen, ilyen kemény. Ennyit a Galvanakőszről. Az a 13. körig bírja egy ütéssel leszedni a zombikat, ez pedig a 34. De igazából annyira nem fogod használni, szerintem, mert hát most mondjuk, hogy ütnéd le közelharci fegyveredben, sehogy. És itt pedig Brutus lezárta a zombi pajzsot, és akkor meg kell vásárolni a jogot, hogy használhass azt az asztalt. Igen, le tudja zárni a perk gépeket, le tudja zárni még a
az asztalokat. Úgyhogy, hát igen, egy ilyen kemény csávok. Hát hova másznak azok fölfelé? Ó, inkább nem megyek arra. Ha nem, ezen neked lövök egyet, jó? És akkor már mindenki arra. Nagyszerű. Na, akkor... Most már szerintem lemegyek, akkor az ott micsoda. Egy instakill, nem kell. Akkor lemegyek szépen. Ó, nem is el kell jönni. Elnézést kérek. Hopp, ha beragadtam volna, hát annak nem örültem volna. Na, akkor most lemegyek, szépen megmutatom, hogy a Health Retriever az hol van. Most, hát most már nincs nálam, és ott sincs, ott már csak egy kék aurát láthattok, és ha ide jövök, hát nem lehet elvenni semmit. Szóval, a helyzet az, hogy, megyek Afterlife módba, méghozzá az itt található, panella. Indulás. És hol vagyok? Azt mondja, hogy erre kell jönnem. És ha most oda nézek, kék aurában ott van. Health Redeemer. És most már ez kéken fog világítani ott a gránátjaim mellett. Mindjárt meglátjátok. Azt mondja, hogy ott láthatjátok a jobb alsó sarokban. Szerintem mindenki észrevette. Jól van, és akkor most már elkezdhetem a... Na. Most már elkezdhetem a Golden Spork megszerzését. És ha már itt vagyok, felvezem az üzemanyagtartály. Az üzemanyagtartály ugyanott jelenik meg, ahol volt a többi alkatrésze a... a repülőgépnek, csak oda kell menni és elvenni. És akkor újra el lehet menni a Pack-a-Punch géphez, tehát a Golden Gate Heathoz. Nos, az első dolog, amit csinálni kell ahhoz, hogy megszeresd a Golden Sporkot, az az, hogy elindulj az igazgató irodája felé. Itt erre. És itt van egy cella a jobb oldalt, ahol van egy poszter. Nézd csak azt a posztert. Oda dobhatsz egy gránátot is, vagy a tomahawkodat is, és akkor az eltűnik. Most én egy gránátot dobtam, eltűnt. És akkor megjelent ott egy Afterlife szimbólum, szóval, hogyha itt lemész Afterlife módba, megjelenik egy új ajtó, egy új nyílás, ez a nyílás jelenik meg, és ha ide lenézel a földre, akkor itt látsz egy kanalat. Meg kell ráznod, és ez volt az első lépés. A következő lépés hasonló lesz, csak el kell menni a kafetériába, az étkezdébe. Ott is ugyanígy kell, vagyis hát hasonló módon kell egy kanalat megszerezni. Itt oda kell dobnod a tomahawkodat, ott lesz a hátsó ablaknál, itt a zombik jöhetnek, ott van az asztalon, oda kell dobnod a tomahawkodat. Hallottátok? Ez azt jelenti, hogy sikerült. Most pedig következik a harmadik lépés. Fel kell menni az gyengélkedőbe. A gyengélkedőbe kell felmenni. És ott lesz egy kád, ami vérrel van tele. És ilyenkor meg fog jelenni majd egy kanál. Meg fog jelenni benne. Az a következő lépés, mindjárt meg is mutatom, tehát ha itt jövünk, itt jobb oldalra fordulunk el, és itt van két simakád, na de itt van egy különleges, meg kell nyomni az F-et, hogy alapbeállítás az az akciógomb, és akkor meg is volnánk ezzel a lépéssel. Megmutatom, tényleg ott egy üzemanyagtartály, látjátok, ott volt egy elem, és itt az üzemanyagtartály, tehát simán fel lehet szedni, csak így megmutattam érdekességkép, na jó, innen nem tudok kimenni, jó, most már ki tudok. Oké. Okay. Ó, és vége a hullámnak. Na, a következő lépés az az, hogy lemegyek ide a mosodába, és itt kell legyőznem zombikat, vagy 50-et, vagy 100-at így körülbelül. Most vagyok 795-nél, tehát olyan 900 körül már biztos, hogy sikerült teljesítenem a lépést, de egyébként majd hallani lehet, hogyha odafigyelek, akkor hallom, hogy egy nagy nevetés lehet hallani, hogy na, sikerült. A lényeg az, hogy ezzel a fegyverrel kell legyőzni itt a zombikat, ezzel a vitriolic witheringgel, vagy az acid getter, tehát ezzel a savas fegyverrel.
ezzel kell a zombikat itt leszedni. Ennyi a lényeg igazából. És hát ez egészen nehéz feladat. Tehát nem valami könnyű. Volt egy double points, most elveszem. Viszont én itt szoktam ügyeskedni azzal, hogy ott van egy ilyen, itt van ez a kis rés, és azon a zombik nem szoktak átjönni, és akkor ezen szoktam így oda menni, meg vissza. Ez így egész jó taktika, szerintem. Csak a probléma az a lőszer, mert most úgy tűnik nem nagyon dobnak meg. Ó, és ott van a Maximo, ajaj, gyerünk, átérek, jó. Jól van, a nyugot nem veszem fel. Ajaj, nincsen pajzsom. Ú, de nehéz itt életben maradni. Jól van. Jól van, azt hiszem sikerült. Jól van, megvan. Megvan a hullám. Kész, jönem, még ott jönnek. Na nézzük, hogy állunk. 845-nél tartunk. És már mindjárt vége a hullámnak. Na akkor én most gondolok egy olyat, hogy... még van. Még van lőszerem, illetve a Maximo miatt most már a bekopancsolt AK-mba is van. Jól van, na nézzük még, mennyi zombia. Jó, kész. 24. hullám is teljesítve, 846-nál tartunk. 795 volt, és 846-nál tartunk. Szerintem a következő hullámban biztos, hogy meg lesz. Biztos, hogy sikerülni fog ez a lépés is. Tehát akkor most... az a helyzet, hogy itt kell maradnom. Mondanom, nekem ez az egyetlen jó kis stratégiám, hát vagy ott maradunk bent, és nem tudom az nektek mennyire jó, hogy ott bent kempeltek. Én szeretek mozgásban lenni így a zombik írtásánál, mert szerintem az biztonságosabb, mint hogyha mögötted van valami, és na, és onnan nem tudsz majd mozogni, hanem az a biztonságosabb, hogyha van neked mozgástered, és el tudsz esetleg menekülni majd. És szerintem ez itt egy jó hely. Mármint ez... Ha! Hallottátok ezt a nevetést? Ez volt az a jel, szerintem. Hogy álltunk most? 864. Már majdnem 100 megvan. Nem biztos, hogy kell a 100. Ó, de jó. Ott van egy Maximo. Akkor most nagyon lövöm majd a zombikat. És felveszem. Rendben van. Hú, király. Nagyszerű, akkor meg vagyunk. Most már csak... akkor most már mehetünk innen. Meg kellene hagynom néhány zombit. Ott egy instakill. Akkor ezt használom, szépen kimegyek. Felveszem először is a pajzsot. A zombi pajzsot felveszem. És akkor elveszem a jutalmamat, ami a Golden Sport. Ott lesz fent a gyengélkedőkben, ugyanúgy, ahogy az előbb. Ott láthattátok a kádba a sima kanalat. Csak most egy sokkal erősebb arany, hát kanál meg villa keverék. Tehát olyan kanál, aminek így a vége kicsit hegyes, és lehet villának is használni. Aranykallának neveztem el a videómban. Hát jobb ötletem nem volt. Tehát, hogyha... Ja, itt van erre. Tehát itt most megnyomom megint az F-et. És itt van, itt van. Meg is van. Egy zombi, ide adja nekem. És nézzétek. Hát nem tudom, mennyire lehet látni, de az van nálam. Egyetlen egy súlyintással annyi a zombiknak. Jól van. Akkor, amit én még szeretnék megmutatni. Tehát igazából... Hogyha belegondoltok, nagyjából mindent megmutattam, amit csak tudtam. Bekopáncsoltam és megmutattam, hogy lehet megszerezni a Health Retriever-t, hogy lehet megszerezni a Health Redeemer-t, Golden Spork-ot is megszereztük. Hát nem is nagyon tudom, hogy mi az, amit nem mutattam meg. Igazából a Death Machine az a másik új fegyver. Úgyhogy megpróbálom még azt megszerezni a ládából. Ó, és ez az! Egyből itt van! Itt is van a Death Machine. Valami nagyszerű. A jobb gombot, ha rajta tartod, így pörgeted, és hogyha majd megnyomod a balt, akkor lövöd, de én most még nem lőném le a zombit.
hanem meg szeretném mutatni azt még nektek, hogy ez a Death Machine, ez a halál gép, hogy néz ki bekapancsolt állapotba. Ahhoz még kell 2 darab üzemanyag tartály, hogy eljuthassak a bekapancs géphez, tehát a Golden Gate Heathoz, szóval lemegyek most, ez lesz a terv, lemegyek és felszedem a 2 maradék benzintartályt, ami úgy fog kinézni, hogy itt szépen leszaladok. Emlékeztek, itt volt a kötélezet, de most az üzemanyag tartály az itt lesz, itt a számpanelnál. Igen, és volt még az üzemanyag tartály, mármint a tank, ami a repülőgéphez kellett, és ott is most lesz egy ilyen, hát egy ilyen üzemanyag, valóban egy üzemanyag tartály. Na, szerintem majd látjátok, meg értitek. 73 ezer pont. Hú. Igazából itt pontot alig lehet költeni valamire, mert ez a acid get, ez mindenképp kell szerintem ehhez a pályához, és a másik fegyver pedig, hát szerintem lehet egy sima akármilyen fegyver, amit a falról leveszel, vagy hát nem is tudom, lehet egy Uzi, vagy az a Tommy Gun, vagy hát akármi, amit még szeretsz használni. De legtöbbször ezt a vitriolic witheringet fogod használni. Hát, hogyha pekapáncsolod, ha meg nem, akkor az acid getet. De ezzel tudsz eljutni sokáig. És hát ehhez meg kell építeni a savas felszerelést. És a zombi pajzsot. A zombi pajzsot nagyon kell a hátadra, mert azzal meg tudod úgymond védeni magad egy beszorítástól, mert hallod, hogy jön mögötted valaki. Hú, rendben, akkor most egy kör erejéig szerintem használom majd ezt a Death Machine-t, így alapállapotban.